képzeljék el, ugye, hogy hát nem is kell elképzelni, hiszen tudjuk, hogy a legtöbb háztartásban már mindent csomagolva veszünk meg, ugye csomagolt szalámi, dobozos tej, minden előre van csomagolva, és rengeteg háztartási hulladékunk keletkezik. Sajnán. Lehet tenni az ellen, hogy ez ne így legyen, és van is olyan, aki ez ellen tesz, hogy csökkentse a háztartási hulladékokat. Tóth Andi blogger, háztartásom hulladék, jó reggelt kívánunk. Hogy kezdted el ezt a hulladékmentes életet? Hát igazából én mosható pelenkákkal indultam még 9 évvel ezelőtt. A lányom azt kapott, azért választottam, mert hogy ne legyen annyi szemét. De igazán tudatosan 2 évvel ezelőtt indultam, amikor egy cikkbe belefutottam az interneten, és úgy gondoltam, hogy ennél sokkal többet is tudok tenni, és akkor viszont drasztikusan változtattam, és megpróbáltam a lehető legkevesebb hulladékot bevinni, illetve kiadni a háztartásból. Van olyan háztartás, ami teljesen hulladékmentes lehet? Szerinted létezik ilyen? Biztos létezik, hogyha mondjuk valaki teljes mértékben önfenntartóként él mondjuk egy farmon, de mondjuk egy városi élet körülmények között szerintem nem kivitelezhető, mondjuk egy ilyen 80%-os, én azt tippelem, hogy megoldható. Te is vagy. Mondjuk igen, mert még nekem is még sok mindent lehetne javítani, de én azt gondolom, hogy 100%-ra nem lehet lecsökkenteni. Hogyha mondjuk mi reggel 4 órakor megyünk el otthonról, és csak délután, nem tudom, 5 óra felé, amikor a gyermekkel hazatérünk az óvodából, vagy csak egyikünk érünk haza, akkor mi mit tehetünk szerinted? Milyen tanácsot tudsz adni, hogy hogyan? Hát mindent meg kell tervezni, tehát ez a fajta életmód egy sokkal komolyabb szervezést, tervezést igényel, hiszen végig kell gondolni, hogy ha mondjuk 4 órakor hazamentek, akkor mentek-e még vásárolni például, hogy a vacsorára meg legyenek a hozzávalók, vagy sem, hogyha mondjuk ez a program, vagy ez a napirend, akkor már reggel úgy kell összekészülni, hogy akkor tudom, hogy tejet fogok venni, akkor viszem a teljes üvegemet, akkor mondjuk pékárút veszek, akkor ahhoz viszem a tejet. Tehát a tejet is úgy veszed, hogy mész a teljes üveggel, és ott a teljes boltba, igen. Tehát ilyen kis termelőkhöz járok többnyire. Most a pékárról jutott eszembe, hogy Anna például képzeld el, hogy minden héten többször süt kenyeret, tehát a kiflit, ha otthon van naponta, akár minden nap süt. Igen. Mondjuk lehet csak 2 naponta is, akár. Sőt, 3 naponta is, mert tök sokáig eláll a kifézatikóban. De hoztál magaddal nekünk egy pár dolgot, azt megmutatod, hogy persze, mik ezek? Persze, természetesen. Ezt nagyon szokták szeretni, mikor megnézik nálam. Ezt úgy hívják, hogy... Szivacs. Igen, ez a luffatök. Ez egy tök fajta. Jele? Tök? Igen. Ebből szoktam szeletet, tök jó. Azt hittem, hogy ez egy tengeri szivacsnak. Nem tengeri, ez itt Magyarországon ez is megterem. Mosogatás, mosogató szivacs helyett, tehát a műanyag szintetikus mosogató szivacs helyett. Belefőzhetjük a Gabinak a töklevesébe is akár. Hát ez sajnos csak akkor lehet megenni, hogyha még nagyon-nagyon friss, amikor már ilyen állapotú. Gabi, ez tök? Akkor viszont sokáig lehet vele mosogatni. És ezzel mosogat. A szerkezete így összeáll. Andi ezzel mosogat. Hát így néz ki, amit ez fél éves. De jó. Darabja. Jó. És te termeszted ezt a tökét? Nem, ezt kaptam ajándékba, de most a tavaszi projekt, hogy van már magom. Úgyhogy, és mennyi ideig tart ez? Hát ez egyszerűen egy fél éves darab. De jó. Az igen. Na hát, azt mondta, hogy babbal kell a tököt vetni, vagy bab mellé kell. Igen, azt már olvastam. Igen, hogy szeretik egymást. Mit hoztál még nekünk? Hát ugye, ami alap, azok a kis zsákok, amiben ugye a például pékárút vásároljuk, a textil. Ebben egyébként tovább jó állapotban marad, eláll a kenyér, hogy kevésbé szárad ki. Igen. És nem pálik be annyira, mint egy zacskó. Így van, nem tud beletenni ezt. Ezeket orrfújásra használod, zsapi? Nem, ezek textil szalvéták. A zsapiket nem hoztam el. De az is gondolom, hogy textil. Így van, az természetes, igen. A szalvéta is mindig textil. Igen, így van. Igen. De rendes asszony vette, jó is. Papírkörli az nálad elősi fordul. Hát nem. Azt szoktam mondani egyébként. Nagyon sokat kell még fejlődni. Például a papírtörlőt is, bocsánat, utána, hogyha van esetleg kandallója az embernek, akkor azt... Hát azért a kandallóban nem igazán jó mindent bedobni. De csak egy papírtörlő, hát most némi emberi váladékon, mert már bocsánat, hogy ilyen szép szavakat. Akkor vegyes tüzelésük az. Igen. És a többi zacsi, az mire való? Ezek például a lányomnak a iskolai szendvicses csomagolója, tehát ugye ez sem nejlon zacskóba megy,
ez egy másik hasonló. Ha elmész a boltba mondjuk borsót vagy lencsét vásárolni, mert tegyük fel, hogy nem otthon termeled meg, akkor te befőttes üvegeket viszel magaddal? Például igen. Hogy beletrafálták? Hol vannak ilyen boltok, és hogy látod, lesz egyre több ilyen bolt? Ez pattogatni való kukorica. Igen, ezt egy termelőtől vásároltam nagy zsákba, és így tárolom otthon üvegben. Van egyre több ilyen bolt? Könnyen találunk? Nincsen sajnos. Tehát olyan bolt Magyarországon, ami kimondottan erre fókuszál rá, egyetlen egy bolt van, tudtam, Malpesten, igen. Viszont nagyon sok olyan kis termelő van, ahol nyitottak erre a fajta életmódra, és bátran oda lehet menni, hogy akkor én mondjuk a tejet az üvegbe kérem, a tejfölt a kis befőttes üvegembe, a zöldségfél piacon bármit el lehet hozni. És milyen hatást gyakorolsz a környezetedre? Van, aki ugyanezt átvette ezeket a szokásokat? Nem is teljes mértékben, de nagyon sok mindent átvettek. Férjem kollégái például teljesen leálltak a petpalackos innivalóknak a vásárlásáról ennek hatására. Akkor ez hogy van az ásványvíz? Ásványvizet például otthon mi ezt a szódásbácsis cserés szódát használjuk. Az is jó, de például nekem ugye van literes kancsóm, ami már víztisztító vízszűrővel ellátott. Igen. Akkor hetente kell csupán cserélni, úgyhogy ajánljuk ezt mindenkinek ásványvíz helyett. Minél jobban odafigyel, minél többet odafigyel, minél többen figyelünk oda, annál nagyobb az esély, kevesebb lesz a hulladék. De ennyi apró dolgokkal is el lehet már kezdeni, akár nem. Hogy mondjuk tényleg elkezdem ezzel, megyek az üveggel a zöldségeshez. Igen, esetleg. Így van. Tehát a piac az egy nagyon jó beszerzési hely, legtöbb esetben nagyon sok mindent meg lehet venni, érdemes felfedezni, és tényleg sok minden megvásárolható, de hát vannak olyanok, amit nem tudok megoldani, mondjuk a WC papír például. Bár emlékszem, hogy apukám azt mondta, hogy ők a kukoricát használták, hát, annak idején a kukorica, milyennek a neve? Amikor az állatoknak. Igen, tehát az az igazság, hogy én szívesen visszamegyek mindig a múltba, és felhasználom azokat a dolgokat, amiket régen jól tudtak használni, de szeretek haladni a technikával. Ezt tudtak használni, csak nem szerették használni, igen. De ilyen apróságok, hogy mondjuk a mosáshoz mosógélt készítek, mosószappan, főzőszappannal. Igen. Ez bonyolult? Nem. Hát ezek ilyen pár perces. Csináltál már mosószert otthon? Készítettél már? Nem, még soha. De a barátnőm igen egyébként. Tehát igazából én is fogékony vagyok erre. És úgy hallgatnék is jobban, ha nem kéne nagyon főznöm, úgyhogy hallgatnám, hogy hogyan kell ezt csinálni, Nagyon egyszerűek ezek általában. Tehát egy ilyen 5 perces feladatok összekeverni egy-egy dolgot. Most például mit hoztam el? Hoztam, hogy mosogatószer. Szabad, ne feled, ezt meg fogjuk beszélni Facebook Live-on, úgyhogy Maradjatok velünk, és Facebook Live-on bátran lehet feltenni Andinak is, vagy akár Gabinak is kérdéseket. Az időjárás jelentés és a híradó után pedig fogunk visszatérni. Pedig a Jaggerszel fogunk visszatérni, közben pedig árulj, de kérlek szépen, hogy ez hogy készül? Ez a kézi folyékony mosogatószer. Mi van benne? Mit tartalmaz? Ahhoz, hogy ilyeneket tudjunk csinálni, ahhoz azért kell egy pár olyan alapanyagot beszerezni. Nincsen egyébként. És azt honnan szerzed be? Olyan illata van egyébként, mint egy egyszerű, mindenféle illatanyagtól mentes mosószernek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Rendesen tisztít. Arról van ugye most szó, hogy hogyan tehetjük a háztartásunkat kevésbé hulladékossá, ilyen nagyon csúnyán kifejezve. Bátran tegyetek fel annél a kérdéseket, mert ő nagyon otthon van ebben a témában. Nézzétek meg, ő például saját kezűleg készített otthon mosogatószert, vagy mosószert, vagy mosószappant, vagy szappant. Nem használsz, azt nem kell az üdítő. És a mosószer a mosógélbe, az szappan és mosószódából készült mosógél. Ez kézi mosogatószer. Igen. És azt is te készíted a mosógélt is? De bocsánat, miért ne lehetne egyébként öblítőt tenni utána? Akár valamilyen levendulát, vagy valamit, tehát hogy természetes anyagot például, nem? Az már nem öblítőszer akkor, hanem mondjuk illóolaj, vagy mosóparfüm. Valami ilyesmi, azt se teszel bele? Én azért nem szeretem, mert én nem szeretem utána magamat még parfümözni, miután illatos a ruha. Engem ez zavar, de nagyon sok. Ez a lányom tusfürdője. És éppen már csak ennyi van benne. És az miből van? Ebbe is főleg decimbrus az idés. De a krasztályom azt. Nem emlékszem, milyen citrusos, nem tudom. De kellemes, finom. Én például nem parfümözöm magamat.
Csak szabadon. És ezeket mikor van erre időd? Ezek nem hosszú dolgok. Tehát mondjuk ennek a mosogatószernek a bekeverés, hogyha megvan otthon az alapanyag, amit ugye előre kell szintén gondolkodni, hogy legyen mindig, akkor ez egy 2 perc. Tehát tényleg? Nem tart. Egyszerre milyen mennyiséget készítesz el? Egy olyan liternyit szoktam körülbelül. És abból azt még másnak is? Nem, azt én szoktam, annak érnek természetesen, de azzal ugye el vagyok 1-2 hónap. Tök jó. Mi például mi csinálunk? Mondjuk dicsekedjünk annak. Például az esővizet gyűjtjük, és akkor a használati, a WC lehúzást használjuk. Például, illetve természetesen a kerti locsolóra is arra, amely. Igen, de fantasztikus, ahogy vannak fénycsatornáink, hogy kevesebb szert kelljen fölkapcsolni, csak ledeket használunk, illetve kandallót használunk, ami az egész házat fel tudjuk fűteni. Egy vízteres kandallóra, szóval legalább mi egyelőre ennyit megtettünk. Nekünk most egy kályhány épült, nagy álmom volt, mert sütőboxos, úgyhogy... Milyen kályhány? Sütőt sütni tudsz rajta? Benne. Mint a spa? Benne. Tehát van egy sütőbox. Igen. De ez ilyen, hogy tömeg kályha? Nem tömeg kályha, cserép kályha, de tégla. Kenyeret is tudsz benne sütni? Igen. De jó. Dóra Zsófi azt kérdezi, nem tervez a hölgy erről vlogot készíteni? De. Szívesen követném. Hát van egy YouTube csatornám, már egy pár videó fel is került. Hát az igazság, nem vagyok az a mai fiatal, aki annyira könnyen mozdul ilyen témában. A lányom segített. De erre lenne így. Van ugyanilyen ilyen háztartásom hulladék nélkül, ugyanez a címe a YouTube csatornának is, és ott már van egy pár videó erről. De nem, mert tényleg, hogyha valaki hozzá akar látni, akkor olyan, mint a para jelenség, hogy akkor érti meg, ha látja, hogy hogyan készülnek igen, ezek. Igen, mert először nagyon bonyolultnak meg, kivitelezhetetlennek tűnik, de egyébként igen. Nem. Jézus, és az annyira jó, azt képzeljétek el, ha nem láttatok az adásban, ez tök. És ezt használja mosogatásra. Andi, és már fél éve megvan neki. Mosogató szívás gyanánt. Ezt már kicsit megvan kopva, de nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hamarosan az RTL Klubban itt leszünk újból élőben. Gyertek sok puszi nektek. Sziasztok. És szép napot, és boldog Valentin napot!